Ézsiás Antallal a kerti munkákról beszélgettünk, s arról, mennyire hiányzik az eső, így folyamatosan locsolni kell a veteményt. Elég régen nem volt eső a kertben, ami azt jelenti, hogy a növények víz utánpótlása megszűnőben van. Mindenki arra fordul, amire én nézek, akkor látnám a csapadékmérőt, ami üres, már most elég régen sajnos, és így az esély, hogy legyen benne egy mérték a róvízmennyiség, ami azt jelenti, hogy a növények víz utánpótlása sajnos már megszűnőben van. Különösen most nagyon veszélyes a helyzet, amikor a kora tavasziak ilyenkor a termést próbálnák felépíteni, tehát a borsónak a szemesedési időszaka van, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű víze és aránylag tűrhető kellemes hőmérséklet lenne szüksége. Hát ezt megpróbálom majd természetes helyett, mesterséges módon, mert délután lesz az ideje, amikor a slagokat, amit itt kihúztam, azokat behúzom, és utána szivattyúval megöntözöm. Különösen most nagyon veszélyes a helyzet, amikor a kora tavasziak a termést próbálnák felépíteni. A borsónak a szemesedési időszaka van, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű vízre volna szüksége. Ezt mesterséges módon kell pótolni. Bár szép a borsó, de nehezen indult. Hidegek voltak, amit nagyon nem szeret, utána azonban mindkét fajta megemberelte magát. Nehezen indultak el, és ugye hidegek voltak, és a borsó se szereti nagyon, de utána megemberelte magát, és normális tőszámmal elég szépen mutat. Itt kétfajta borsó van, az egyik egy debreceni zöld fajta, amit igazából nem ismerek különösebben, még mindig nagyon szépen lapul, tehát még nem van benne szem egyébként, termékenyült, de nem akart elni a cső. Mellette van egy másik, a Kelvedon, az egy nagyon jó bevált fajta, évek óta termelem. Ez egy középérésű, és ez mutatja magát, nem nagyon hosszú, de szép erőteljes szemek vannak benne, ennek a szedése van most éppen folyamatban. A kertben már van, ami leérett, a másodvetés is szépen kell a helyén. A zöldségek és a spenót helyére kerültek, van sárgadinnye és petrezselye. Gyakorlatilag a zöldségek és a spenót helyén már zöld babkelt, aztán a retek az már természetesen régen kiment, nem volt az nagy mennyiség. Ott ugye helyett a sárgadép, a petrezselye, ami jelzőnövény maradt meg. A gyümölcsök közül földieper már leérett, a többiek éppen várják, hogy az időjárás kedvező legyen. A gyümölcsök közül a szamóca, amely földieper ugye másképpen, az egy őszi telepítés, amely sok viszontagságon ment keresztül, először szárazság volt, aztán meg ki akart rohadni a sok esőtől. Onnan van egy pár szem, amit mint természetes gyümölcsöt szoktunk kóstolgatni. Hát az is a termőben van, a többiek azok éppen várják, hogy majd az időjárás meg a gazda kedvező lesz hozzá, és remélem, hogy egy jó terméssel szolgálnak. A mák is sok munkát adott, és kevés terméssel kecsegteti a gazdákat, mert a vetés után másfél hónapig nem kapott esőt, és öntözni kellett. A második vetés most hozza a virágot, de ott már nem lesz nagy termés a mákos réteshez. Ez egy olyan mák, amelyik sok munkát adott és kevés terméssel kecsegtet. Tudnélik a vetés után nem kapott esőt, egészen március 10-en valamikor vetettem, és utána másfél hónapig nem volt eső. Na most ami olyan helyre került, ami nem volt nedvesen nyírkos, ott nem kelt ki. Na most egy kis eső, ami volt 2-3 mm, az kevés volt. Az öntözés, ami ilyen szórófejes kannás öntözés volt, az annyit tett, hogy jól lecserebesítette a talajt, ami azt jelentette, hogy a csírázat is beledöglött a talajba szerencsétlen, és egy két kelésű a mágon. A második kelés is, hát ahhoz talán virágot, de ott már nem lesz nagy mákos rétes nevés. A paradicsom palánta kordonos rendszerű nevelésben van, és olyan fajta, amit Ézsiás Antal régóta vesz. Megfelelő gondozással, megfelelő tápanyaggal és vízmennyiséggel elfogadható termést remél tőle. A paradicsom ez egy kordonos rendszerű, amelyet már évek óta termelek. Egy olyan fajta remélem, amit én megismertem, ami már olyan régi, hogy nem is nagyon ismerik. De akitől a palántát veszem, az azt mondta, hogy még nekem ezt a 100 tövet talán mi meg tudja menteni, ami egy nagyon kellemes, közép nagyságú, gömbölyű, szép pirosra érő fajta, és nagyon szereti ezt a termesztési módszert. Lényegében egy olyan közel 2 méteres kordonon, egy szál zsinegen, egy szálon fut végig, tehát állandóan hónajazni kell, kacsozni kell magyarul, és megfelelő tápanyaggal és normál vízmennyiséggel elfogadható termést.